két futam, két győzelem, ezek közül az egyik erő fitoktatásnak sem rossz, hiszen rögtön az első futamban a legnagyobb riválisodat, a szerb versenyzőt verted. Úgy gondolom, hogy elégedett lehetsz a nyitánnyal. Elégedett lehetek, igen, de végül változtatnunk kell, mert nem csak a szerb versenyző kemény, hanem ugye láttuk azért az ausztrált is. Ő is kemény, aztán van itt nekünk iránink, van itt nekünk mindenféle más országban kemény versenyzőnk. Szóval nem mondhatom, hogy egyedül a szerb lesz kemény. A döntő az nyilván mindig sokkal keményebb, mint a középfutam, de sikerült ezt is abszolválni. Normális idővel jutottam döntőben olyan 28-at mentem most középfutamba, 25-öt ment a legjobb az ausztrál, úgyhogy ilyen reményekkel vághatunk neki a döntőnek holnap után. Nem mondhatni, hogy taktikáztál, hiszen mind a két futamban, majd hogy nem azt mondom, hogy a maximumot adtad ki magadból. Lesz elég idő arra, hogy összeszed magad, illetve egyáltalán össze kell szedni magad a szombati döntőre? Hát remélem, hogy ez most, amit most kijöttem, ez 90%-nál nem volt több, és remélem, hogy ebben még van 10% ebben a pályában, hogyha nincsen, akkor bajok lesznek, de döntőben azért ennél még tudok jobban, ennél még 3-4 másodperccel tudok jobban. Lehet azt mondani, hogy akkor cél az arany? Cél az arany, igen.